Csellengő diákok, 50 óra igazolatlan hiányzás után már szüneteltetik a családi pótlékot. A tanköteles fiatalokat ellenőrizte ma reggel a rendőrség a nyíregyházi vasútállomáson. Vasúti balesetek, 10 halálos kimenetelű baleset történt a kisvárdai állomáson és környékén az elmúlt 5 évben. Kutató munka, közösségi tájérték felmérésre készülnek a rét közben. Ötven óra igazolatlan hiányzás után már szüneteltetik a családi pótlékot. Ez legalább 12.200 forintot jelenthet egy gyermek után. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tanköteles fiatalokat ellenőrizte ma reggel a rendőrség a nyíregyházi vasútállomáson, és már az első fél órában találtak olyan diákot, aki nem tudta igazolni, miért nem az iskolában volt délelőtt. Őket a rendőrök felszólítják, de akár el is kísérhetik az intézményekbe. Civil ruhás rendőrök sétáltak szerda délelőtt a nyíregyházi autóbusz és vasútállomás környékén. Ők is ellenőrizhetik azokat a tanköteles diákokat, akiket délelőtt az utcán vagy parkokban látnak tanítási időben. A civil ruhások értesítik a rendőröket, akik kiérkezés után igazoltatják a fiatalokat. Velük érkezik a bűnmegelőzési osztály szakembere is, aki megkérdezi a diákoktól, miért nem mentek iskolába. Szerda reggel 9 óra körül már találtak is egy fiatal csellengőt, akinél igazolvány sem volt. Ilyen esetekben először beviszik a tanulót a rendőrségre, hogy megvizsgálják személyazonosságát. A rendőrség minden más szakterülete mellett kiemelt figyelmet fordít az ifjúságvédelemre. Éppen ezért kollégáim megyeszerte a tanköteles diákokat iskolai napokon gyakorta ellenőrzik, hogy kiszűrjék az iskolából távolmaradókat, jogosulatlanul távolmaradókat. Amennyiben a rendőr olyan diákot vesz észre, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni távolmaradását, abban az esetben az iskolába útba indíthatja, vagy az oktatási intézmény vezetőihez kísérheti. Amennyiben viszont tudja igazolni távolmaradását, abban az esetben egy általános igazoltatást követően elhagyja a helyszínt. A csellengő diákokat az iskolák kötelesek jelenteni a gyermekjóléti szolgálatnak már 10 óra igazolatlan hiányzás után. 30 óra után már szabálysértés miatt a kormányhivatalhoz kerül az ügy, 50 óra után pedig már a családi pótlékot is szüneteltetik. A táblázat is mutatja, hogy ennek mértéke a gyermekek számától függ. Egy gyermekes család esetén 12.200 forintot jelent, három vagy több gyermekes család esetében viszont már 16.000 forint ez az összeg, tehát havonta akár 48.000 forintos pénzmegvonással járhat. Ezt a támogatást bármelyik szülő igényelheti, aki gyermeket nevel, de bárkitől el is vehetik, ha nem tudja igazolni, gyermeke miért nem járt iskolába. 10 halálos kimenetelű baleset történt a kisvárdai állomáson és környékén az elmúlt 5 évben. Az áldozatok kivétel nélkül a sínekhez közel sétáltak, vagy ott keltek át, tájékoztatott a MÁV kisvárdai területi vasútbiztonsági vezetője. Dévai Tibor kiemelte, hiába van vasúti felüljáró, az emberek inkább kockáztatnak, és ott vágnak át a síneken, ahol nem lenne szabad. Ezek az utasok a kijelölt helyen biztonságosan közlekednek a kisvárdai vasútállomásnál, ám bőven akadnak olyanok, akik illegális helyet választanak a síneken való átkeléshez. Hiába a biztonsági szakemberek figyelmeztető szava és a tiltó táblák, ezek az emberek saját testi épségüket kockáztatva vágtak át a kisvárdai síneken. A város itt ketté vágja a vasúti vonal. Van egy felüljáró az állomás túlsó végén, sajnos azt nem igen használja, csak gépkocsi közlekedésre. Így az emberek kockáztatnak, hogy a másik oldalra, a túloldalra átjussanak. Az elmúlt 5 évben 10 halálos kimenetelű baleset történt a kisvárdai állomáson és környékén, ezért is tartottak utasbiztonsági kampányt a mávosok, a rendőrökkel és diákokkal közösen. Arra hívnám fel az utazó közönség figyelmét, hogy az illegális átjárás mellőzze, az illegális átjárókat ne használja a vasúti pályaudvaron, illetve annak közelébe használják a peronokat, a kijelölt átjárókat, aluljárókat. Számtalan balesetveszélyt rejt magában az, hogyha a csúszós, nedves sineken próbálnak átkelni, mozgóvonatra próbálnak az utasok fel, illetve leszállni. Az utasbiztonsági napon a diákok többek között balesetmegelőzési tesztet töltöttek ki, a legtöbben örültek a kisvárdai kampánynak. Elég sokan járunk az iskolába vonattal, és valamint szoktunk még vonattal járni, kirándulni is több helyre, és úgy gondoljuk, hogy fontos a biztonság.
A diákok a mávos előadáson azt is megtanulták, miért nem szabad leszállni a mozgó vonatról, miért kell a peronok elsodrási határán kívül tartózkodni, valamint kisfilmeket néztek meg többek között a megrongált, graffitizett vonatokról. A vonatok esetében is ugyanolyan romboló a látvány, a hatalmas graffiti égtelenkedik az oldalán, mintha a család autóját fújná össze valaki. Az utasbiztonsági napon elhangzott, hamarosan felújítják és korszerűsítik a kisvárdai vasútállomást. Többek között aluljárók és kerítések is segítik majd az utasok biztonságos közlekedését. Közösségi tájérték felmérésre készülnek a Rétközben. A Közép-Szabolcsi Líder Egyesület projektje alapján a térséghez tartozó települések, oktatási intézmények, valamint a lakó és egyházi közösségek közösen kutatják a helyi tájegységi nevezetességeket. A magyar minőség hírnökei a hungarikumok. A gyűjteménybe egy-egy települési tájegységi nevezetesség is felkerülhet. A Rétközben most a tájértékek felkutatását kezdik el. Célunk a térségünkben az összes tájérték, illetve a helyi értéknek a felmérése, a helyi értéktárban való szerepeltetése, és ezáltal majd segítségül szolgálunk majd a településeknek a megyei értéktárban való további felhasználásra, illetve nagyon fontos célunk az, hogy ebben a projektben ne csak a mi, mint Líder akciócsoport vegyünk részt, hanem a közösséget, a térségben élő közösségeket is bevonjuk, így az iskolákat, az egyházi szervezeteket, az egyházi közösséget. Balsa, Búj, Gáva Vencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tisza Bercel és Tiszatelek képviselői egyesületi tagokként arról értekeztek, hogy milyen módszertan alapján gyűjtsék az értékeket. A munkában a Herman Otto Intézet is segíti a Líder Egyesületet. Különböző történetekből, az egyes helyi embereknek az emlékeiből, mindenféle leírt vagy leíratlan történetekből is összeáll egyfajta értéktár, és ennek is nagyon sok kapcsolódása van a tájértékekhez. Hiszen ha például arra gondolunk, hogy van a településen egy például hagyományosan megrendezett vásár vagy egy bál, akkor nagyon sokszor arról szólnak például a történetek, hogy ahogy az emberek készültek erre a rendezvényre, eseményre, ahogy összegyűltek például, a tájban egy meghatározott ponton gyűltek össze, mondjuk egy keresztnél, vagy egy kútnál, egy útelágazásnál, ahogy egy jellegzetes fa van. Ezek mind-mind tájértékek. A líderes találkozón jelen volt Baracsi Endre is, aki szerint az egész megye profitálhat a kutatásból. Én, mint a megyei önkormányzat képviselője, a megyei értéktárat jöttem képviselni erre a szakmai konzultációra, és pontosan azt szeretnénk elérni, hogy a Rétközben fellelhető értékek, és itt kifejezetten nem csak a hagyományokra gondolok, hanem azokra az értékekre, amelyek táji értékként szerepelnek, hogyan kapcsolhatóak rendszerbe, hogyan hozhatóak egy olyan rendszerbe a hagyományos értelembe vett értékgyűjtéssel, amely aztán később egy olyan egészet produkál majd, amelyből azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fog majd jelentősen profitálni, nem csak a Rétköz, hanem valóban a teljes megye is. A Közép-Szabolcsi Líder Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium által hirdetett pályázaton 2 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztés és közösségi tájértékfelmérés a Rétközben című projektjére. Nem vesz részt a parlament munkájában hétfőtől a Demokratikus Koalíció 4 országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta a nyíregyházi tájékoztatóján Hunyadi János választókerületi elnök. A politikus elmondta, ennek elsődleges oka, hogy a Fidesz csak a saját akarata szerint hoz törvényeket, az ellenzék javaslatait figyelmen kívül hagyják. A döntés azonban nem jelenti azt, hogy a képviselők lemondanak mandátumukról. Konkrét parlamenti munkában nem vesznek részt, nem lesznek biodíszlet egy-egy szavazásnál. Ez azt jelenti a Demokratikus Koalíció képviselői számára, hogy bármilyen tevékenységet, amit országgyűlési képviselő végezhetnek a jövőben is, tehát a közintézmények, a hivataloknak a átláthatóságát ellenőrizhetik a tevékenységet, adatokat, információkat kérhetnek, de a parlamenti munkában nem vesznek részt, és ezáltal nem is kapnak tiszteletdíjat, nem kapnak fizetést. Hármas karamból történt tegnap délután Nyíregyházán a Debreceni út kivezető szakaszán. Egy autós balra akart kanyarodni, amikor egy mögötte érkező teherautó nekiment, és egy másik teherautónak lökte. Személyi sérülés nem történt a balesetben, az anyagi kár azonban igen jelentős. A rendőrség sávlezárás mellett helyszínelt, ami jelentős fennakadást okozott a délutáni csúcsforgalomban.
kötet jelent meg Kölcsei Ferenc és Kende Zsigmond Szatmári Alispán levelezéseiből. A kiadványról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két érmet szereztek az NYSC Big Boxing versenyzői az Ökölvívók ifjúsági országos bajnokságán Budapesten. Moldoványi Bence a 49 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett, Vánczko Attila pedig a 69 kg-os súlycsoportban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A legutóbbi fordulóban a Reac otthonában elszenvedett 1-0-ás vereséget követően kieső helyen áll az NB3 keleti csoportjában a nyírbátori futballcsapat. Márton István menesztése óta játékos edzőként Ambrusz Árpád felel a szakmai munkáért, de a klub vezetői keresik a végleges megoldást az edző személyét illetően. Reformkori időutazásra invitálja olvasóit az a kötet, amely a himnusz szerzője Kölcsei Ferenc és Kende Zsigmond Szatmári Alispán levelezésén keresztül nyújt bepillantást az 1820-as, 30-as évek Magyarországának életébe. A könyvet a Józsa András Múzeumban mutatták be az érdeklődőknek. Kölcsei Ferenc és Kende Zsigmond levelezésének kéziratai sokáig egy genfi múzeumban pihentek, majd a Kende család az 1980-as évek elején felajánlotta a magyar államnak azzal, hogy gondoskodjon hazahozatalukról az akkori kormány. Egy kiállítást követően 1983-ban nyomtatott formában is megjelent a levelezés, de az elmúlt évtizedekben többször is felmerült az igény, hogy ismét lásson napvilágot szerkesztett formában a másfél évtizedet átfogó kordokumentum. Ez aztán végül meg is történt. Ez év februárjában került hozzánk a voltaképpen előző kötet alapján készített újabb kötetnek az anyaga, rendkívül sok jegyzettel, nagyon sok hasznos tudnivalóval, és azóta gyúrogattuk, és mára már könyvé szerkesztve itt tarthatjuk a kezünkben. A kötetet Cégény Dányád önkormányzata adta ki. A település polgármestere elmondta, az olvasók nem csak az adott kort ismerhetik meg, hanem Kölcsei Ferenc emberi, baráti kapcsolataiba is bepillantást nyerhetnek. Kölcsei Ferenc és Kende Zsigmond között történik ez a levelezés, az 1823-38-ig lévő időszakot fedi le, és ebből nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk, akár Kölcseiről, akár Kendéről, az akkori időkről, főleg Szatmáról, a szatmári történelemről. És úgy gondoltuk, hogy ennek kell tovább lépésének is lenni, hiszen olyan adatokkal fogunk találkozni a könyvben, ami az embernek a fantáziáját megindítja, és ezért jobb egy sorozatot adunk ki. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint fontos, hogy a magánleveleken keresztül új szemszögből láthatják az olvasók, milyen volt a reformkor Magyarországon. Belepillanthatunk egy picit abba a baráti, és nyugodtan mondhatom, hogy szoros emberi kötelékbe, amely a Kölcsei Ferenc és a Kende Zsigmond között kialakult a hosszú évek során, és ebből a szemszögből, ebből az érdekes szemszögből pillanthatunk, vagy vethetünk egy pillantást az adott történelmi időszakra, amely mindenképpen egy új és más megvilágításba helyezi számunkra, ilyen laikusok számára is azt a pár évet, amit átölel. A Cégény Dányádi Kende könyvespolc sorozat első kötetét a következő 3 évben még 5-6 követheti, amelyek a tervek szerint a Kölcsei és a Kende család, valamint legismertebb leszármazottainak életét dolgozzák majd fel. Két érmet szereztek az NYSC Big Boxing versenyzői az Ökölvívók ifjúsági országos bajnokságán Budapesten. Moldoványi Bence a 49 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett, Vánczko Attila pedig a 69 kg-os súlycsoportban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az elmúlt hét végén Budapesten rendezték meg az Ökölvívók ifjúsági bajnokságát. 49 egyesület 76 versenyzője lépett szorítóba a madárfészekben a korábbi profi világbajnok Erdei Zsolt Ökölvívó Akadémiáján. Az NYSC Big Boxingot ketten képviselték, és mindketten éremmel tértek haza a fővárosból. Elégedett vagyok az eredménnyel, Moldoványi Bence ezüstérmes lett. Persze itt azért meg kell jegyezni, 49 kilóban ketten voltak, tehát lényegében döntőztek. Az énekesen még 5 induló volt évelején, azóta már ennyien maradtak az OB-ra. Végigboxolta, jó mérkőzés volt, de egyértelműen a madárfészek versenyzője volt az esélyesebb is, és tehát a papírforma beigazolódott. A Vánczko Attila, ő
most ősztől kezdett el nálunk versenyezni. Édesapja Vánszku Csaba volt eddig az edzője. Egy hónap alatt próbáltunk azért új dolgokat venni és jól felkészülni. Úgy gondolom, hogy ez elég jó sikerült. A legnépesebb mezőnyt 13 versenyzőt felvonultató 69 kg-os súlycsoportban induló fiatalember az elődöntőben a későbbi győztes Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Lászlótól szenvedett vereséget. Három meccset boxoltam, mind a három srác nagyon jó volt. Első nap egy központi sportiskolás sráccal boxoltam. Nagyon jó formában voltam, minden ütésem talált és erős is volt. Ennek meg is lett az eredménye, a harmadik menet végén technikai KO-val nyertem. Második nap egy balatonlelei sráccal boxoltam. Ez már elég szoros meccs volt, 3-2-vel győztem. De úgy hiszem, hogy megérdemlem ezt a meccset, mert minden hangsúlyosítés az enyém volt. Harmadik nap volt a legnehezebb feladatom, úgymond ez volt nekem a döntőm. Kozák Lászlóval boxoltam, ő egy madárfészkes srác. Őtől kikaptam egy hangú pontozással, de megtettem mindent, és úgy gondolom nagy csatában maradtam alul. Október utolsó hetében Gyöngyösen rendezik meg a junior országos bajnokságot, ahol három NVSC bigboxingos bunyós lépszorítóba. November elején Érden, a női OB-n 5-6-an képviselhetik majd a nyíregyházi színeket. Nagy Kiti pedig a novemberi szófiai felnőtt Európa-bajnokságra készül. A legutóbbi fordulóban a Reac otthonában elszenvedett 1-0-ás vereséget követően kieső helyen áll az NB3 keleti csoportjában a nyírbátori futballcsapat. Márton István menesztése óta játékos edzőként Abrusz Árpád felel a szakmai munkáért, de a klubvezetői keresik a végleges megoldást az edző személyét illetően. 10 fordulót és egy edzőmenesztést követően a nyírbátori FC 8 pontjával a 16. helyen áll az NB3 keleti csoportjában. A szezon nem indult rosszul, a bajnokságot Márton Istvánnal a kispadján kezdő csapat számára, 4 forduló után már 7 pontjuk volt Illés Gyuláéknak. Azóta viszont csak 1 pontot szerzett a sérülések és eltiltások által sújtott együttes. A 8. fordulót követően a vezetők megköszönték az edző munkáját, azóta a tavaly már beugróként lehetőséghez jutó védő Ambrusz Árpád irányítja a szakmai munkát. Árpi maximálisan ellátja azt a feladatot, amit rábíztunk. Én bízom benne, az egyetlen egy probléma az ő személyével kapcsolatban az, hogy nincsen megfelelő végzettsége. Ugye az edzőváltástól követően 60 napunk van arra, hogy végleges edzőt találjunk. Még van rá körülbelül másfél hónapunk, nem kapkodunk, de amennyiben alkalmas jelöltet találunk, akkor azonnal váltunk természetesen. A nyírbátor a következő fordulóban a 12. helyen álló Tája otthonában lép pályára. Nagyjából a Tája is olyan erőt képvisel, mint mi, és ugyanaz a célja, hogy elkerülje a kiesést. A tavaly őszi bajnokságban az egyetlen mérkőzés volt, amit megnyertünk a Tája elleni. Én bízom benne, hogy most is sikerülni fog. Elsősorban fejben dől el az ilyen mérkőzések, ugye több vereség és döntetlen után úgy gondolom, hogy senki nem kérdőjelezi meg a játékosok képességét, csupán egy görcs van, amit bármi áron le kell küzdeni és meg kell nyerni a meccset. A 14. forduló további párosítása a következő, Monor ESMTK, Salgó Tarján Jászberény, Kazincz Barcika Hajdúböszörmény, Újpest 2 Tiszaújváros, DVTK 2 Reac, BKV Előre Putnok, 60 MTK 2 és Rákosmente KSK Debrecen 2. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 50 óra igazolatlan hiányzás után már szüneteltetik a családi pótlékot. Ez legalább 12.200 forintot jelenthet egy gyermek után. A tanköteles fiatalokat ellenőrizte ma reggel a rendőrség a nyíregyházi vasútállomáson, és már az első fél órában találtak olyan diákot, aki nem tudta igazolni, miért nem az iskolában volt délelőtt. Őket a rendőrök felszólítják, de akár el is kísérhetik az intézményekbe. 10 halálos kimenetelű baleset történt a kisvárdai állomáson és környékén az elmúlt 5 évben. Az áldozatok kivétel nélkül a sínekhez közel sétáltak, vagy ott keltek át, tájékoztatott a MÁV kisvárdai területi vasútbiztonsági vezetője. Dévai Tibor kiemelte, hiába van vasúti felüljáró, az emberek inkább kockáztatnak és ott vágnak át a síneken, ahol nem lenne szabad.
Közösségi tájérték felmérésre készülnek a Rét közben. A Közép-Szabolcsi Líder Egyesület projektje alapján a térséghez tartozó települések, oktatási intézmények, valamint a lakó és egyházi közösségek közösen kutatják a helyi tájegységi nevezetességeket. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 12-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárását csütörtökön két ciklon közötti magas nyomás alakítja, a magasban kissé szárazabb, de hideg léghullámok érkeznek térségünk fölé. Éjjel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként az éjszaka első felében várható eső, zápor. Az északi szél helyenként élénk marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik a felhőzet, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken főleg fátyol felhők szűrik a napsütést, csapadék azonban nem valószínű. Szombaton a hosszabb, rövidebb napsütést követően erősebb felhősödés kezdődik, főként az esti óráktól eredhet el a záporeső. A következő napokban erősen felhős, vasárnap esős idő lesz jellemző, a hőmérséklet továbbra is elmarad az ilyenkor szokásos értékektől.